A Soroksár és a Puskás Akadémia, tehát a feljutó helyen álló csapatok otthonában elszenvedett egyaránt 1-0-ás vereségek után első tavaszi győzelmére készült a Kozár Misleny ellen a kisvárdai csapat, amely vasárnap délután magabiztosan tartotta otthon a 3 pontot. A fölényben játszó hazaiak első gólját Horváth Zoltán szerezte, miután Ivancsics Alex előreívelt labdáját és Gosztonyi András csúsztatását követően a kapust megelőzve emelt a kapuba az első fél óra végén. A második kisvárdai gólra az 59. percig kellett várni, akkor formás akciót követően Cseri Tamás középre passzolt labdájából Olá Gergő talált a kapuba. A számára kedvező eredményt a hosszabbításig őrizte a kisvárda, amikor Talabér Attila jobboldali szögletét követően Vári Barnabás a lécre bombázott, az onnan levágódó labda pedig a Kozár Misleny védőjéről Gubacsi Zoltánról pattant a hálóba. Így alakult ki a 3-0-ás végeredmény, amelyet Révész Attila szakmai igazgató igazságosnak tartott. Ezen a mérkőzésen nagyon nagy helyzetekről nem beszélhetünk. Az ellenfélnek volt egy az elején, amit mi adtunk el hátul. Éppen az a szituáció, amit korábban megbeszéltünk, hogy nem játszunk, mert nagyon nehéz átvenni a labdát, nagyon nehéz fölvenni a középpályán, és ebből eljöttek, de a támadójuk se tudta átvenni, mert neki is ugyanolyan nehéz volt. Viszont a mieink, azok én azt gondolom, hogy egyértelműen kijátszott lehetőségek voltak, és a héten, amiket gyakoroltunk, játékelemeket, játékhelyzeteket, azok most visszaköszöntek, és sikerült is eredményesek lenni belőle. A kiesés ellen küzdő Kozár Misleynél a tavaszi rajt előtt váltottak. Szanyó Károly vezetőedzővel az eltelt 4 forduló során a mostani volt a csapat 3. veresége. A korábbi újpesti futballista sem vonta kétségbe a hazaiak győzelmének jogosságát. Ja, számszerűleg nem is, de úgy gondolom, hogy a hazai csapat megérdemelten győzött. Bár kíváncsi lettem volna, hogyha az az első gól, ami én megítélésem szerint egy ajándék volt részünkről, a Kisvárdának nem történik meg, akkor a második félidő hogy alakult volna. Ugye futballban nincs ha, az a gól az megesett, próbáltunk utána támadólag fellépni, próbáltunk kozmetikázni az eredményt, esetleg pontot menteni. Az első félidőben nem éreztem azt, hogy a két csapat között 10-12 hely lenne a tabellán, viszont a második félidőben szép lassan felőrült minket a Kisvárda, és őszintén bevallom, hogy megérdemelten tartotta itt a 3 pontot. A 24. forduló további eredményei a következők voltak. Siófok Nyíregyháza Spartakus 0-1, Szeol SC Soroksár 0-1, Cigánd Budaörs 1-1, Vác Cegléd 1-0, Moson Magyaróvár Dorog 0-4, Békés Csaba Szolnok 0-2, Csákvár Balmazújváros 1-2, Zalaegerszeg Szeged 2011 0-0, Soproni VSE Puskás Akadémia 0-2. A tabella élén a Soroksár áll, megelőzve a hozzá hasonlóan 48 ponttal rendelkező Puskás Akadémiát. A Kisvárda 38 ponttal az 5., csütörtöki hazai ellenfele, a Soproni VSE a 12. A Nyíregyháza Spartakus 35 ponttal a 10. helyezést foglalja el.